Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Pont Televízió nézőit és a Pont Rádió hallgatóit. Van egy rossz hírem, eltelt egy év, kedves nézőink és kedves hallgatóink. 2016 vége felé járunk, ilyenkor az összegzések időszaka van, visszaemlékezések időszaka van, a számvetések időszaka van, talán így lehetne egy pár mondatban megfogalmazni ezt az időszakot véleményem szerint. Műsorunk is ezt a célt szolgálja, és ehhez kit hívhattunk volna mást, jelesebb vendéget, mint városunk polgármesterét, Herceg Zsolt urat. Polgármester úr, szeretettel és tisztelettel üdvözöllek. Köszönöm szépen, én is köszöntelek, és természetesen köszöntöm a hallgatókat és a televízió nézőket is. Köszönjük szépen, én képviselem most őket, úgyhogy a nevükben köszöntem meg, Zsolti. Polgármester úr, én mivel egy év eltelt, és ez a 2006-os év sem volt biztos minden zökkenő és minden gondmentes, mint ahogy egyik év sem eddig, amit ebben a pozícióban eltöltöttél, azt hiszem, hogy ezt is elmondhatom, de hát te is nagyon jól tudtad, mikor belevágtál ebbe, hogy ez nem egy olyan sima menet lesz. Szeretném, hogyha most legelőször kérlek, hagyj legyünk rendhagyóak, jó? Kedves nézőink is, hogy tudják azt, hogy mivel műsorunk felvételről megy, az elmúlt napokban, az elmúlt hétvégén, vasárnap Romániában választásokat rendeztek. És hogy hogy kerül a csizma az asztalra, ezt még tudniuk kell természetesen, hogy testvér településeink, ugye Árkos, Sepsi, Körös, Patak és Kánok, ott is a kedves barátaink ugye részt vettek ezen a választáson, és kiemelkedő eredményt értek el úgy részvételben, mint pedig a szavazataikban. És én ezúton is szeretném, hogyha gratulálnánk nekik. Zsolti, gondolom, egyetért ezt. Természetesen így van. Nagyon örültem, amikor hétfő reggel már az interneten azt olvashattam, hogy a 6% körüli érték az megvan. Így van. És hát nyilván ez is úgy jöhetett létre, mint nagyon sok más siker. Összefogtak végre a magyarjaink, a székelyeink ott határainkon túl, és hát nagy öröm a számomra, hiszen látjuk azt, hogy tudjuk, hiszen első kézből értesülünk, hogy milyen életük van nekik ott kint Romániában. És hát én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a parlamentben ott legyenek, és tudják az érdekeiket képviselni, és saját magukon tudnak segíteni ezáltal, hiszen mi innen az anyaországból sokat tudunk tenni természetesen, úgy gondolom, hogy vannak is szép példák, de elsősorban ott, ha ők a döntéshozásban, a helyi országos szintű döntéshozásban ott vannak, akkor tudnak igazán eredményt elérni, úgyhogy nagyon nagy boldogsággal töltötte le ez az eredmény, és remélem, hogy sikeresek lesznek majd, úgyhogy hajrá, azt kívánom nekik. Igen. Innen is. És tényleg harcolják meg azt, amit már hosszú évtizedek óta megharcoltak. Aztán majd kiforogja magát az idő, meg a történelem, hogy mit hoz, ezt ugye nem jósolhatjuk meg. Egy szó viszont, polgármester úr, amit most is mondtál, ez pedig az összefogás. Nem biztos, hogy emlékszel rá, de én nagyon megjegyeztem tavalyi beszélgetésünket, erre a mondatra, erre a szóra, erre a fogalomra fűztet föl. És amikor olvastam ezt az eredményt, és tudtam azt, hogy két magyar párt fogott össze Romániában, illetve Erdélyben, mondhatjuk így is, Székelyföldön, és hogy ilyen eredményt hozott, akkor ez köszönt vissza, hogy az összefogásnak milyen eredménye tud lenni. Beszélgetésünket akkor erre a fogalomra fűzzük fel, kérlek, polgármester úr, és én hagyj kezdjem azzal a kérdéseim sorát, hogy annyira örültem, és örültünk valamennyien annak, hogy ilyen látványos és tényleg nagyon jó fejlesztés történt a Berettyóparton, nevezzük így, a kikötőnek és a környékén, a híd környékén, hiszen sétány épült egy, és tényleg egy, el kell mondjam, egy kulturált környezetet tudtunk létrehozni. De a víznek a minőség, ugye már annyira sokszor már megpróbáltuk megbeszélni, de adjunk neki még egy mondatot, hogy hát ha engem is ösztönöz azzal, hogy az elkövetkezendő beszélgetésünkkel, amikor majd Boldog István képviselőúrral váltunk pár szót, akkor őt is megkérjem erre, hogy valamit próbáljon meg segíteni ebben az ügyben. Hogy áll, polgármester úr, ez a dolog? Tudom, hogy rajta vagytok a témán, de kecsegtet valami eredménnyel ez a szándék? Jelenleg nincs ilyen pályázati lehetőség, amely arra vonatkozik, hogy a folyónak a város melletti szakaszát megtisztítsuk. Ez ugye azt a szakasz jelenti, ami tulajdonképpen a vasúti hídtól egészen Volt láb. Nekünk ez még van. A láb igazán a kis hídig. Az egykor létező kis hídig, hiszen most már nincs. Manapság már nincs. Még a helye ott van egyébként, ahová rögzítve volt a parton.
Most jelen pillanatban pályázati lehetőség nincs, természetesen figyeljük a lehetőségeket, és amint ilyen forrásra esélyünk van pályázat útján idehozni, akkor azt természetesen meg fogjuk próbálni. Hát amit tudunk tenni, azt a startban próbáltuk meg, de ugye az a válasz jött az intézményellátó Kft-től, hogy nem igazán egyszerű a helyzet. Tehát valószínűleg most a 2017-es közfoglalkoztatási start programba ez nem tud bekerülni. Itt arról van szó, hogy a nádat ritkítanánk egy picikét. Lehet, hogy majd most megint egy-két természetvédőtől majd kapok levelet, vagy értesítést, mert ugye beszéltünk már erről, hogy amikor az ilyen irányú elképzeléseinkről beszéltem, akkor kaptam is levelet, hogy jövök én ahhoz, hogy ezt a madárvilágot, ami tényleg csodálatos, mert ha most is megnézzük, akkor hattyúk, vadkacsák, nagyon szép, de hát valamilyen módon azért mégiscsak egy picikét rendezni kellene a folyónak ezt a szakaszát, és természetesen nem úgy, hogy az állatvilágot mi háborgatni szeretnénk. Ami még problémát jelent, nagyon sok horgásztól panasz érkezett a jetskizőkre, hogy itt száguldoznak, és hát nem igazán tartják be a békés egymás élés, vagy együtt élés egymás mellett élés szabályait. Olyanról is hallottam, hogy majdnem a Damilt felszedte a jetskivel az illető, tehát valóban egy kicsit emberi módon kellene viselkedni. Hát majd ezt is megnézzük, hogy hogyan, milyen módon lehet ezeket a járgányokat itt használni ezen a folyón. És amit említettél, a kikötőt, azt is szeretnénk bővíteni az illetékes hatósággal, a gyulai vízügyi igazgatósággal felvettük a kapcsolatot, hiszen a gátlábától, tehát a városközpont felőli gát víz felőli lábától, az már a gyulai vízügyi igazgatósághoz tartozik, tehát maga a folyó is, és a Kertváros felőli gát is. Igen. Tehát felvettük velük a kapcsolatot, elkészültek azok a kis tervek, amelyek alapján bővítenénk a kikötőt, tehát déli irányban folytatnánk, tehát hosszabbítanánk meg lefelé, tehát a folyás irányjal megegyező irányba. Hát ez is természetesen a turisztikai elképzeléseinknek az egyik eleme. És ugye arról tudok még beszámolni a folyóval kapcsolatosan, hogy nagyon hosszú ideje már, talán 2-3 évvel ezelőtt mondtuk azt, hogy fel szeretnénk éleszteni a vízisportolás lehetőségét Mezőtúron. Most itt a József Attila utca végén, talán ha jól emlékszem, akkor a 48 szám alatti ingatlant megvettük. Ez a József Attila utca, tehát a Posta utcája az utolsó ingatlan. Bal oldali utolsó ingatlan. Ez ott van a híd lábánál. Az elképzelésünk az, hogy azokat az épületeket, amelyeket találunk ezen az ingatlanon most jelen pillanatban, azokat jövőre lebontanánk, és hogyha valamilyen pályázati forrás lesz, akkor ott kívánnánk kialakítani azt a vízisportbázist, ahonnan a víz könnyen elérhető, tehát nem úgy, mint a kinti csónakházból. És akkor oda egy valami szép értékes dolgot csinálnánk, ahol a csónakok, hajók tárolására, hát a kajakkenúról beszélünk elsősorban, tárolására nyílna a lehetőség, és akkor újra tudnánk éleszteni a vízisportot itt a Mezőtúron is, hát biztos vagyok benne, hogy lenne rá érdeklődés. Úgyhogy most itt tartunk jelen pillanatban a Berettyóval, és természetesen a fő probléma ez az nádasodás, eutrofizációnak hívják ezt a szaknyelvben, tehát túlzottan sok szerves anyagot kapott a folyó hosszú éveken keresztül, és hogy ilyenkor ugye burjánzásnak indul a növényvilág, ez az egyik következménye. A másik következménye pedig az, hogyha anaerob folyamatok zajlanak le, főleg itt ugye az iszap réteg környékén, tehát ezek ilyen oxigén nélküli bomlás si folyamatok, akkor ugye elsősorban metán, egyéb gázok mellett metán keletkezik, tehát magyarul bebüdösödik be, rothan az egész víz, ennek lehettünk tanulni körülbelül, hát már durván olyan közel 10 évvel ezelőtt volt, amikor nagyon nagy bűz árasztott el a településünket, a szélirány is olyan volt, hogy fújta befelé a városba, hát ilyen azóta hála Istennek nem történt, de a folyóképe az én úgy gondolom, hogy továbbra sem olyan, mint lennie kellene. Természetesen nem arról beszélek, hogy minden egyes nálcálat ki szeretnénk írtani, főleg a parton nem, hanem itt a Mederés környékéről beszélek, a hullámtérről. Úgyhogy ezek az elképzeléseink vannak. Nyilvánvalóan ezt mi önerőből nem tudjuk megvalósítani, hiszen ez több 100 millió forint lenne ez a munka. És hogyha hozzáteszem azt a számot, hogy
mostanság, manapság, tehát az utóbbi egy-két, három évben, és jövőre is úgy tűnik, hogy körülbelül 150-200 millió forint körül van az az összeg, amit saját önerős fejlesztésre tudunk fordítani, akkor látható, hogy nagyon kevés ez a saját erőmennyisége, tehát mindenképpen pályázati forrás kell hozzá. De figyeljük, és hogyha lesz, akkor azt igyekszünk majd kihasználni. Mondjuk én ebben teljesen biztos voltam, polgármester úr, mert hiszen az eddigi eredmények is azt hiszem, hogy önmagukért beszélnek. Jaj, de érdekes volt, hogy mondtad ezt a csónakházat, természetesen bennem egyből előjöttek az emlékek, mert ugye már elég vénmarha vagyok ahhoz, hogy ez most már előjöjjön. Ugye azok a kajakozással töltött évek, amiket itt tehát csodálatosak voltak, és ezt újraéleszteni, azt hiszem, hogy egy nagy eredmény lenne. Úgyhogy én nagyon fogok ennek is szurkolni, mint hogy minden másnak természetesen, ami csak jó. Az meg, hogyha megbékélnek a horgászok a jazzkizéssel, hát ez viszont nem lesz egy egyszerű dolog, és íme itt van, hogy egy döntés, amikor meghoztok, meghozol, akkor az biztos, hogy valakinek jó, de biztos, hogy van a másik oldalon valaki, akinek nem jó. Tehát ezt a középutat megtalálni, ez a művészet, azt hiszem, hát, vagy elfogadtak. Sokszor nem is lehet. Tehát muszáj. Mindig van, egy pozitív eredmény esetén is van, lehetnek esetleg károsultjai annak, tehát ezt így ilyen körültekintően kell kezelni. Tehát olyan döntés, akkor nincs, hogy mindenkinek jó legyen. Hát nem igazán. Vagy legalábbis nagyon nem sok olyannel találkoztam még. Még mielőtt mély interjúba mennénk át, kedves polgármester úr, beszéljünk már egy másik dologról, ami azt hiszem nem csak engem érint, hanem valamennyünket. Ez pedig a főiskolának az épülete, a sorsa egyáltalán. Egyáltalán bízzunk-e még abban, inkább így, hogy kérdezzem, bízzunk-e még abban, hogy Mezőt úrra visszatér a felsőoktatás, vagy ha a felsőoktatás nem is, de valami hozzá hasonló volumenű, a város életét felpezsdítő tevékenység. És polgármester úr, engedd meg, hogy azt elmondjam, és kedves nézők is, hogy emlékeztessem önöket is arra, hogy én szombatonként mindig szoktam nézni, meg néha vasárnaponként is az ismétlését is egy bizonyos televízió csatornán egy mezőgazdasági műsornak. És akkor valamennyien, akik nem vagyunk ebben jártasak, nem tudjuk, hogy például egy ilyen traktornak, amit itt látunk itt átzörögni a városon, az közel 100 millió forint. Abban a GPS-től kezdve az, hogy légkondicionál, az természetes, de tehát olyan elektronikával és olyan számítástechnikai színvonallal rendelkeznek már ezek a mezőgazdasági gépek, amik szinte megkövetelnék az, hogy igen jól képzett szakemberek kezei. Polgármester úr, nem lehet ebben az irányban elindulni valamilyen formában, hogy ismét Mezőt úr elmondhasson magáról, hogy valamilyen felsőoktatási intézmény is van a területén? Azon vagyunk, hogy legyen minél hamarabb, de hát nyilván most itt a 2016-ban, a 21. században nem igazán egyszerű egy teljesen nulláról egy új felsőoktatási intézményt létrehozni. Hát láthatja mindenki, hogy a magyar oktatásban milyen folyamatok zajlanak. És itt most arra utalok elsősorban, hogy ugye a kormány... Nem ugyanaz a dolog jutott eszünkbe, az biztos, de minden... A kormány mindenképpen a szakképzést is szeretné erősíteni, hiszen óriási problémák vannak már itt Mezőtoron is tapasztalhatjuk. A cégeink nem találnak maguknak munkaerőt a helyi piacon, és ez igen nagy probléma, ebből nagyon nagy baj lehet egyébként. Az önkormányzati szférának is nagy baja lehet belőle, hiszen ha hozzáteszem azt, hogy a helyi adó 75%-a fölött van, az az adó mérték, amit a vállalkozásaink fizetnek ide az önkormányzatnak, és hogyha hozzá gondoljuk azt, hogy nagyon kevés jó munkaerőt talál már a piacon, akkor ha valaki ezt végig gondolja, ezt a folyamatot, ennek a következményét, akkor láthatja, hogy előbb-utóbb bajok lesznek. Tehát mindenképpen változtatni kell ezen a téren, a szakképzés terén, és azért is gondolkodtunk azon, hogy amit te is említettél, hogy ha már nem főiskola, akkor legalább szakképzés vagy egyéb iskolát idehozni, hogy hála Istennek a Teleki kinőtte a volt orvosi rendelőt. Most jelen pillanatban, hogy a Telekinél 170 nem vesznek részt felnőtt képzésben, ami egy szép szám, én úgy gondolom, hogy ez nagyon, nagyon jó, hogyha ezt a számot meghallja az ember, tehát ez azt jelenti, hogy felnőtt emberek ennyien ültek vissza az iskolapadba valamit tanulni, úgyhogy ez mindenképpen pozitív.
És ugye csak önmagában a Rafi használja ki tulajdonképpen a volt orvosi rendelő teljes egészét. És ugye arról beszéltünk igazgató úrral, hogy a főiskolát is akkor lehet, hogy igénybe vennék, és felmerült a gépjármű vezetőképzés, ezen belül a kamion vezetőképzésnek a szükségessége. Ugye kapcsolatban vagyunk ugye a Takács Zoltán révén, a Takev Trans ügyvezető tulajdonosa, ugye Zoli nagyon sokan ismerik itt mezőtúron, akik ugye azzal a problémával szembesülnek, mint nagyon sok mezőtúri cég, hogy nem talál szakembert, hát az ő esetükben ugye kamionsofőr nincs égen földön, nem lehet találni szakképzett embereket. Pedig hát nincs is olyan rossz fizetés ebben a szakmában, tehát mezőtúri viszonylatban kiemelkedő fizetés. Jó, hát hogy az követelmények is olyan, igen, azért tegyük hozzá. Igen, nyilván veszélyes terület is, meg ugye hát egész héten nincs ide haza, a legjobb esetben is ugye hétvégén esetleg a családjával lehet a munkavállaló, de azért sokat van otthonról távol, tehát ilyen jellemzője is van. No, a lényeg az, hogy igen, földön nem lehet találni jól képzett, tisztességes, becsületes kamionsofőröket. És ugye a NEET, a fuvarozók érdekképviseleti szerve Budapesten található, ugye Zoli a elnökségi tag felvetette, hogy jó lenne a ilyen képzésben is el lehetne gondolkodni, vagy be lehetne indítani. Na, mi ezen rögtön kaptunk az alkalmon, és először a Gár Ferenc főiskolával egyeztettünk, akik aztán egy néhány hetes egyeztetés után azt mondták, hogy nagyon sok nehézség van benne, és ők úgy látják, hogy ezt nem tudják megcsinálni, akkor kerestük meg a Karcagi Szakképzési Centrumot, ahol főigazgató úr Pardi Sándor rögtön partner volt, és nagyon örült neki, ő arról a szakterületről jött pedagógus, de foglalkozott ezzel a szakmával, közel áll hozzá, és most tartunk ott, hogy nézi azt, hogy milyen engedélyek és milyen egyéb feltételek teljesülése kell ahhoz, hogy beindulna az ilyen jellegű képzés, és ez természetesen már a Petőfi tér egy szám alatt indulna be, hogyha ez sikerülne. Ezen túlmenően természetesen a Gál Ferenc főiskolával is továbbra is kapcsolatban vagyunk. Most durván körülbelül egy hónappal ezelőtt tárgyaltam rektor úrral, készítik elő a képzéseket, legalábbis ezt a tájékoztatást kaptam, és továbbra is dolgoznak azon az állami kiemelt projekt tető alá hozásán, amiről már korábban szó esett, tehát itt ugye néhány milliárd forintról van szó, hogy az ingatlanokat felújítanánk. Ez természetesen elsősorban a Petőfi tér egy szám alá vonatkozik, illetve a tangazdaság vonatkozásában igaz. Ugye időközben az elmúlt hónapokban még a Gál Ferenc főiskola ugye azokkal a konzorciumi tagokkal, akik ugye mezőtúron itt beléptek ebbe az évelején megalakított konzorciumba, leült tárgyalni, és ugye arról is beszéltek, hogy ha ezek a képzéseken indulnak, akkor ki az a cég, vállalkozás, aki hajlandó lenne a duális képzésben részt venni. És ugye említetted a drága eszközöket. Itt ugye arról van szó, hogy a gyakorlatot a hallgató, vagy a tanuló, hát ez attól függ, hogy ugye középfok, vagy felsőfok, azt termelő cégnél végezni el. És ez olyan szempontból is pozitívum lehet, amellett, hogy nyilván ott tudja igazán a szakma rejtelmeit elsajátítani, aki valóban ezt csinálja, nap mint nap végzi. És a cégeknek is jó lenne, hogyha ez bekövetkezne, hiszen ha úgy tetszik, akkor magához tudná láncolni az oktatott diákokat, hiszen egy ösztöndi felajánlásával például ez könnyen menne, és akkor kikötné, hogy x ideig a végzését követően akkor köteles ott dolgozni. Hát ha ezt nem teszi, akkor pedig vissza kell, hogy fizesse a kapott ösztöndíjat. Tehát tulajdonképpen mindenki jó járna, a hallgatónak biztos munkahelye lenne, a cég biztosan jól képzett szakembert kapna, hiszen részben ő képzi ki, ő tanítja be, ő tanítja meg a szakma rejtelmeire, és tulajdonképpen az elméleti oktatás folyna az iskola falai között. Hát ennek az egyeztetése zajlik most, és én nagyon remélem, hogy előbb-utóbb majd lesz ennek eredménye ezeknek a próbálkozásoknak. És hát van még egy ügy, amiről ugye sokat nem tudok mondani, de most még karácsony előtt, december 20-án megyek a Miskolci Egyetemre. Ott vagy rektor, vagy rektor helyettesi szint és kancellárral fogok tárgyalni.
És hát elkísér Sziráki Bandi bácsi, Sajásznagykon Szolnok megyei kereskedelmi és iparkamara, most nemrégiben újjá választott elnöke, aki már a 80. életévén is jóval túl van, de rendkívül aktív, agilis Bandi bácsi, és próbál nekünk. Nincs kérlek, ő a Klassznak a vezető? Ő a Szolnoki mezőgépnek. De mezőgép, hosszú időn meg, keresztül. Igen, tudom, a, hát a megye legnagyobb cége volt. Aha, igen. Az általa vezetett cég, egy rendkívüli ember. 80 évesen? Több mint 80, hát már 85 környékén van. Hát, meg az Isten tartsa meg sokáig, hát mégis a számjogát is. És azt kívánom neki, úgyhogy ő is el fog kísérni, és természetesen itt felsőoktatásról fogunk tárgyalni. Nyilvánvaló a miskolciak szándéka az, hogy itt egy alapképzés, tehát egy BSC, a mai nevén, ahogy nevezik, egy BSC képzés jönne létre. Ha hangsúlyozom, hogy még nagyon-nagyon az elején vagyunk, hiszen most fogok először találkozni, tehát nem tudom, hogy ez ebből az egészből mi lesz. Természetes az is, hogy úgy szeretnék, hogy a Gál Ferenc főiskolával... Ezt akartam pontosan polgármesternek, hogy félig meddig már ezért elköteleztük magunkat. Így van, így tehát, van. Tehát, tehát az ő beleegyezésig el, hogy tudtuk a Lillik ilyenkor ezt a tárgyalást, és én tudom, hogy ezt így csináljátok. Persze, fogok tájékoztatást a direktor úr részére, dr. Kozma Gábor részére a Szegeden elhangzottakról, és természetesen csak velük tudom elképzelni az együttműködést. És ugye a Miskolci Egyetemnek pedig ebben az a fantázia, hogy akkor Mezőtúr és a Mezőtúrhoz közeli régióból tudna meríteni a mesterképzéséhez, hiszen itt történt az alapképzés, és a mesterképzésre már Miskolcra kellene, hogy menjenek a fiatalok. Tehát erről is tárgyalunk. Én azt gondolom, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni ahhoz, hogy a kívánt célt elérjük, ami hangsúlyozom, hogy nem egy egyszerű kitűzött cél, de nyilván addig kell dolgozni, amíg csak az ember tud. Én nyilván nem fogom feladni, tehát amíg ebben a pozícióban vagyok, addig mindent megpróbálok megtenni azért, hogy újra történjék valami. Ez legyen középfokú vagy felsőfokú képzés, tehát valamit mindenképpen szeretnénk. Nyomja a város vállát az a több 10 millió forint, amiért fenntartjuk minden évben ezt az ingatlant. Természetesen ki van használva kézilabda, kulturális rendezvények, most éppen ugye szombaton szalagavató volt, ugye a Telekinek, tehát nagyon sokat használjuk, a művészeti iskola is majd most az évzáró eseményét ott tartja, meg sorolhatnám, hogy mennyi minden értékes dolog zajlik a létesítmény falain belül, de hát ez azért az oktatás számára épül, tehát én is azt szeretném, hogyha minél hamarabb az oktatás olyan szinten visszatérne, hogy zsivajtól lenne hangos a hétköznapokon is az intézmény. Úgyhogy ez a célunk ezért is. Meg a nyarunk, ugye a balét az mindig nyáron, május végén, ugye? Májusban, igen, igaz, pontosan. Így van az jó lenne, hogyha végigbörögnének megint a hülye traktorok, ugye az utóvizsga királyokkal is, más egyebekkel. De hát ez megint csak nosztalgia természetesen, és itt már az első mondataimra, amikor a számvételről, számvetésről beszélek, ez már úgy látszik a korra jár. Kedves polgármester úr, én szeretném még, hogyha egy-két dologról beszélnénk, és tudom, hogy közvetlen a városhoz nem tartozik, hiszen most ez az új szervezeti forma, és most engedd meg kérlek, hogy összevonjam ezt a két területet, pedig látszatra nincs semmi köze egymáshoz. Elnézést kérlek, hogy az egészségügyet meg az iskola rendszert egy fejezetben próbáljam meg veled egy picit kitárgyalni, ugyanis közvetlenül a városnak, tehát nektek, városvezetésnek ráhatása egyikre sincs. Mert, bocsáss meg, hogy ezt így mondom, lehet, hogy nem jól fogalmaztam, de hiszen annyira én ezt az új rendszert már nem ismerem olyan mélyen, mint a régieket. De azt tudom, hogyha ne adja Isten itt házi orvosok például, elérik már azt a kort, amikor már egyszerűen nem bírnak helytállni, bármennyire is akarnának, akkor csak a ti problémáitok lesznek, Zsolt, akkor csak majd valamilyen módon csak a polgármester fogják elővenni az emberek, és vonják kérdőre, hogy na de hát én most akkor hova járjak. Ha pedig a körzetek csökkennek, akkor pedig mert ez is lehet egy megoldás, akkor is előbb-utóbb, akkor pedig a betegszámok szabják meg azt, hogy előbb-utóbb szintén át kell gondolni. És hogyha most egy gyors és merész fordulattal most ezt az egészet az iskolába is belevonom, én nagyon őszintén megmondom, én nem érzem úgy, hogy Karcag sokkal különb város lenne, mint Mezőtúr. Nem azért, mert mezőtúrinak érzem magam, hanem azért, mert sem adottságaink, sem múltunk, közelmúltunkra gondolok, nem teszi azt indokoltá, hogy Karcag legyen az a központ, ahonnan Mezőtúrt is irányítják. Hogy miért mondom ezt? Mert van egy félelmem, polgármester úr, és nem vagyok ezzel egyedül,
hogyha, ha nehogy Isten, a gyermek létszám olyan mértékben csökken, vagy ha az egész oktatási szisztéma, amit például Lázár miniszter úr volt szíves mezőtúri beszédében itt az ókönyvtárnak az avatásán említeni, hogy eltolódik egy bizonyos irányba, én akkor attól tartok, hogy előbb mindenki a minél távolabbi, külsőbb, nehéz fenntartású szárnyaitól igyekszik megszabadulni. Én csak ezért hoztam ezt a témát, és így együtt szóba, hogy közvetlenül nincs ráhatása a városnak ezekre a dolgokra, de ugyanakkor áttételesen mégis mind a kettő bennünket érint. Persze, hát így van, tehát a vonatkozó jogszabályok alapján például a köznevelési törvény nincs ráhatása most már az önkormányzatnak, most még napjainkban van a működtetésre az általános iskolák kapcsán, de január 1-től, hogy azok is elkerülnek a... Így van. Esetünkben ugye az általános iskola vonatkozásában a karcagi tankerületi központhoz, a pedagógiai szakszolgálat pedig a szolnoki tankerületi központhoz kerül. Igazad van, tényleg az egy másik fejezet, teljesen igazad van, igen. Így van, tehát nagyon fontos természetesen mindkét intézmény, tehát az általános iskolánk is nagyon fontos, és a pedagógiai szakszolgálat és a feladatánál fogva nagyon fontosak nekünk, hiszen ugye oktatás és a problémákkal küzdő fiatalok, gyermekeknek a feljavítása, úgy tetszik, kezelése, foglalkozás velük, tehát ez a pedagógiai szakszolgálatnak az elsőrendű feladata. Tehát ez mind-mind nagyon fontos feladat. Valóban az önkormányzat hatásköréből ezeket ugye kivonták már korábban, tehát a fenntartói feladatokat nem mi láttuk el, tehát szakmailag nem mi irányítottuk. Itt a működtetési feladatokat vállalta be a képviselőtestület néhány évvel ezelőtt, és én azt gondolom, sőt meggyőződésem, hogy igyekeztünk jó gazdái lenni, és azok is voltunk ezeknek az intézményeknek. Hát az nyilvánvaló, hogy nem tudtunk annyit rájuk költeni, mint amennyit szerettünk volna, mert azért jócskán vannak bajok, például a Rákóczi úton elég, hogyha arra a reperezett aszfalt udvarra gondolok, amit én nagyon szerettem volna, hogyha meg tudunk csinálni, de sajnos nem volt rá forrásunk, és még sorolhatnám, hogy mennyi minden gonddal küzdünk. Tehát mindenképpen egy új fejezet kezdődik január 1-től, amikor már a működtetésben sem vagyunk jelen. Én nagyon bízom abban, hogy az igazgató úr, Kozák Zsolt olyan költségvetési paramétereket, olyan forrásokat kap, amivel ezeket a működtetési feladatokat szépen el tudják látni, hiszen saját költségvetése lesz az intézménynek, amelyből természetesen igazgató úr felelősen kell, hogy gazdálkodjam. Tehát ez lehet az egyik biztosítéka, hogy tehát nem karcagra kell telefonálni, hogy küldjenek már krétát, most csak egy... Igen, ezt a példát, ez egy teljesen hülye példa, de ezeket szokták hozni, és nem igen, igaz. Hogy ezt említsem, mondhatnék sok minden más, hogy fizessék ki a rezsit, hanem ezt ő saját hatáskörben fogja tudni intézni, és ugye a karcagi tankerület központ vezetője Sági István lett, akit ugye nagyon jól ismerünk, hiszen a járási tankerületnek a vezetője volt. Nagyon jó a kapcsolatunk, és ugye igazgató úr is megígérte, hogy nemhogy problémák lennének majd a működtetéssel, hanem igen komoly fejlesztési elképzeléseik is vannak, például a Rákóczi úti iskola felújítása kapcsán, tehát ők erre készülnek, és ők is tudnak majd pályázati forrást megszerezni. Tehát arról biztosított bennünket igazgató úr, hogy igyekeznek ugyanolyan jó gazdái lenni az iskoláknak, mint amilyennek mi voltunk, és igyekszenek fejleszteni, és természetesen mindent megtenni annak érdekében, hogy a diákok zavartalanul tudjanak tanulni, az oktatók pedig zavartalanul tudják végezni az áldozatos oktatói munkájukat. Tehát ez van most. Hát aztán nyilván a jövőben nem lát senki, én remélem, hogy majd egy év múlva, ha beszélgetünk erről a területről is, akkor azt tudjuk elmondani, hogy valóban egy példaértékű dolog valósult meg. Hát majd látjuk. Amit az orvosokkal kapcsolatosan említettél, ugye nyilvánvaló, és elnézést kérek, hiszen hölgyek is vannak közöttük, de hát tény, hogy az átlag életkor az jelentősen emelkedett az elmúlt esztendőben, és tudok két olyan orvosról is, házi orvosról beszélek most, akik
akik a praxisukat értékesíteni kívánják. Nyilván most nevet nem szeretnék mondani. Hát reméljük, hogy lesz rá majd olyan érdeklődő, egy fiatalabb kollégájuk, aki hosszú távon itt a mezőtúri emberek szolgálatába tud állni, és körzeti praxis tud vinni. Hát erre sem nagyon van hatása az önkormányzatnak, hiszen az orvos saját maga értékesítheti a praxisát, és ha meg így tudnak egyezni a vevővel, a másik orvossal, akkor ez el kell, és akkor folytatódik tovább. Lehet, igen, teljesen jogos a felvetésed, lehet ilyen probléma, hiszen ahogy mondtam, nem fiatalodnak ők sem, a házi orvosaink, és hát néhány éven belül lehet probléma. Hát ezen megint csak nem az önkormányzat tud változtatni, vagy javítani ezen a helyzeten, bár azért némi eszköz van a kezünkben, hiszen hogyha lakást ajánlunk, vagy pénzt ajánlunk, itt erről van szó. Az orvosnak, tehát a normatíváján felül, vagy ha úgy tetszik a csúnya kifejezés, a fejkvótáján kívül, hiszen az ellátott betegek alapján, kártyaszám alapján kapják a javadalmazásokat, akkor lehet, hogy majd ide tudunk csalogatni valakit. És ugye említetted Karcag, Mezőtúr, hogy most melyik település, hát nyilván nekünk Mezőtúr a világ közepe, a szívünk csücske, hiszen ugye itt születtünk, és itt éltük le az életünket. Én itt is képzelem el a teljes életemet, tehát én nem szeretnék sehova elköltözni. Nyilvánvaló, hogy ezen a téren is úgy kell gondolkodnunk, hogy lehetőleg az önkormányzat részéről tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy az orvosi ellátás az biztosított legyen. És ez nem csak az alapellátás vonatkozásában igaz, hanem a kórház tekintetében is. Tehát ugye Csellár főigazgató asszonnyal is azért találkozunk sűrűn, hiszen a képviselőtestületnek a tagja is, meg egyébként is, mint pozíciójánál fogva kötelességem egyébként is, hogy tartsam vele a kapcsolatot, függetlenül attól, hogy a kórház sem állami, vagy önkormányzati fenntartásban van, hanem állami. És hogy ott is volt már nem egy alkalom, hogy az önkormányzat lakással segítette az ide érkező orvost. Most is van éppen egy ilyenről szó folyamatban, remélem, hogy realizálódik, hogy ide tudják csábítani azt a kollégát, aki itt gyógyítaná a mezőtúri betegeket a kórházban, vagy a járóbeteg szakrendelésen, de inkább azt hiszem, hogy a kórházba jönne. Tehát természetesen ilyenkor az önkormányzat például egy szolgálati lakással tud segíteni az ügy érdekében. Tehát van olyan része a terület fellendítése, a helyzet javítása érdekében az önkormányzatnak, amit mi is tudunk azért tenni, de alapvetően ez sem a mi hatáskörünk, és túlhaladja a mi kompetenciánkat sok esetben. És ugyanakkor mégis valamikor valahogyan visszaköszönt. Tehát én nekem csak ezzel továbbra is az a problémám, polgármester úr, és igazán nem tudtál, legalábbis az oktatással meggyőztél, de az egészségügyel nem. Tehát nekem ugye az a problémám, és valamennyiünknek, akik ezzel megpróbálunk gondolkodni, mert mást igazán nem tehetünk, és amikor valamire jutunk, akkor jutnánk, bárcsak jutnánk, akkor megpróbáljuk ezt elmondani, hogy oda jusson, ahová kell. De itt úgy érzem, hogy most valami nagyon komoly időszített bomba kotyog, amiket beszélek már össze, de tényleg ketyeg ez időszített bomba, mert hiszen tudjuk a híradásokból, hogy naponta 2-3 orvos elmegy. Rendben van, erre mondhatják azt mások, hogy nagy visszajönnek, vagy bármi mást is mondhatnának, hogy de talán akik elmennek, azok valamikor rettenetesen fognak hiányozni. És én, mivel voltam olyan szerencsés helyzetben, hogy a Debreceni Klinikát elég sűrűn látogattam, és én láttam azt, hogy itt az orvosképzésben, hogy kik tanulnak. Tehát itt nagyon sok ránézésre is látszott, hogy nem magyar emberek. Tehát itt én nem tudom, hogy melyik országból érkeztek, de igen távoli országokból érkezett. Tehát magyarul a mi képzésünk az kimerem jelenteni, hogy világszínvonalú. Abszolút. Tehát ha itt ezt valamilyen módon tényleg fönti, és tudom, hogy ez kormányzati probléma, de az ostor végén pedig, Zsolt, mi vagyunk. És ezt valamilyen módon, nem neked, tudom, hogy nem neked kell majd ezt elmondanom, de hát két nap múlva, hogyha jóisten megsegítés megérem, akkor én a képviselő úrnak is ezt el fogom mondani, hogyha hagyja, és hogyha ideig eljutunk majd a beszélgetésünkbe, akkor, mert hiszen tényleg ebben tenni kell, igen. Úgy gondolom. Igen, voltak itt is ezen a területen is bérfejlesztések, de még mindig azért hát jócskán, polgármester úr, amikor 150 ezer forintos orvosok van. Azt mondom én is, hogy megalázó. Megalázó, hát nyilván
Ez is egy olyan dolog, hogy ez sem egyik napról a másikra lehet helyre tenni. Az egyik mezőtúri ismerősömnek a gyermeke most végzett az egyetemen, az Orvostudományi Egyetemen, Budapesten medikus. Annyit keres, hogy az albérletet futja ki a fizetése, és hát természetesen a szülői háttér ott van, tehát segítenek neki, amíg majd lesz szakvizsgázik és emelkedhet a bére, meg hát úgy próbál plusz jövedelmet szerezni, hogy ügyeletet ad. Hát igen, igen, igen. Tehát, de már ő még csak felügyelte, mivel nem szakvizsgás, tehát annyit nem tud kapni. Tehát, úgy érzem, hogy komoly probléma ez polgármestor, aminek a megoldása sajnos nem itt lesz. Kérlek szépen, engedd meg még Zsolt, hogy még egy dolgot szóba hozzak, és utána pedig lenne egy kérdésem, mert nagyon önző módon tettem fel ezeket a kérdéseimet, de végére hagytam is, nem véletlenül. Én a Juhász Lemikével beszélgettem pár hónappal ezelőtt, ugye a intézményellátó Kft. Vezetője, és akkor mondott egy számot, egy 400 fős számot, akik a közmunkások, akiket látunk nap mint nap itt tevékenykedni, és csak akkor tudnánk meg, hogy a munkájuk mennyit ér, hogyha nem lenne. Tehát ezt tudjuk, hogy nem szabad lebecsülni egyáltalán. Nem. Tehát 400 embernek tudtunk munkát adni, és ezt valóban be kell, hogy lássam, amit eddig én olyan tamáskodva fogadtam, hogy néhányuknak, nem állítom, hogy soknak, de valóban sikerült ez az átjárás a versenyszférába. Tehát kezdték itt, igen, bizonyítottak, megszokták a munkát, egyáltalán munka fegyelmét, és utána pedig el tudtak helyezkedni. Tehát ez úgy látszik egy járható példa. Polgármester, azt szeretném kérdezni, hogy várhatóan működni fog ez a közeljövőben is? Ez a módszer, ha nem is ilyen mértékben. Természetesen most dolgozunk a 2017-es közfoglalkoztatási programon, a START programon. Most 2016-ban 215 fő vett benne részt. Több mint 300 millió forint állami forrás érkezett ennek a finanszírozására. És ebből 75 millió forint volt ha jól emlékszem, így fejből a dologi kiadásokra fordítható rész ebből a több mint 300 millió forintból. Tehát 215 főt egész évben foglalkoztattunk. Ez a START mezőgazdaság, sorolhatnám értékteremtő területek, például mini sütődés üteményeket készítenek, fabútorok, stb. És ugye 70 millió forintot például járdaépítés. És itt ugye a járdaépítésben több mint 3000 négyzetméter járda épült az idei esztendőben. Durván azt lehet mondani, hogy ennek a járda felújítási volumennek, az anyagszükségletének az 50%-át azt állami forrásból, ebből a 71 millió forintból finanszíroztuk. Tehát ebben a programban ugye vannak azok a dolgozók, akik már évek óta visszatérőek a startba, azt én egy picikét az általános közfoglalkoztatás fölé helyezem. Ezzel természetesen nem szeretném lebecsülni azoknak a tisztességes munkáját, akik az általános közfoglalkoztatás keretein belül dolgoznak. De hát természetesen van ilyen ember is, olyan ember is. Tehát a startban azért, ha úgy tetszik, a java, tehát a munkájukat tekintve értékesebb emberek dolgoznak. Nyilván minden ember értékes, én legalábbis úgy gondolom, hogy minden ember érték, de az elvégzett munka, az általuk az asztalra letett produktum alapján értékesebbek vannak benne. Ez meg is látszik az eredményeinken. Az idei esztendőben például két alkalommal vettünk részt olyan kiállításon, az egyik egy megyei Jászlóson, Szolnok megyei Szolnokon volt egy közfoglalkoztatási kiállítás, a másik pedig Budapesten volt, és hát mind a két helyen dicséretet kaptunk, hogy a kalappal azt mondták az értékelők, süteményekkel jelentünk meg, őrölt paprikával, és még néhány elkészített termékkel. Tehát visszajelzést kaptunk, vagy megerősítettek bennünket abban, hogy jó úton járunk. Ezért nyilván köszönet a Bartáni Búsi Julikának és a csapatának, itt a munkaügyi kirendeltségnek, bár tudom, hogy nem ez a nevük, de nem tudom megjegyezni a járási, nem tudom. Természetesen kormányhivatali égiszállat dolgoznak, persze, így van. És természetesen nem utolsó sorban az intézményellátó vezetése és a maguk a közfoglalkoztatottaknak is köszönet. Amit mondtál, hogy nem így néz neki a település, az teljesen igaz.
hiszen például a Starban van egy illegális hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanítására vonatkozó program is. Tehát magyarul ebből a programból következik az, hogy a településünkön, ha végigmegyünk, akkor azt látjuk, hogy alapvetően tisztaságban nem szeméttel borítottak az utcák, és rend van tisztaságban az utcán. Csapadékcsatornákat tisztítják rendszeresen az útszélén, lehet látni, és az nem igaz, hogy a közfoglalkoztatottak, a közmunkások nem csinálnak semmit. Hát sokszor, igen, nem tudom ezt a sztereotípiát megérteni, de komolyan mondom, Zsolt, hogy mindig felháborít. Tehát azért gondoljuk már el, hogy azért például egy augusztusi verőfényes napon egész nap mondjuk mennyire marha jó lehet ott, mondjuk én csináltam, tudom, hogy mennyire jó érzéshez mondjuk ott mondjuk kertészeti munkákat végezni, és ezek az emberek zokszó nélkül csinálják, és nekünk, mert mi tudunk szép környezetben lenni. És én ezt mindenkinek a figyelmébe szeretném, mindig is mindig a figyelmébe ajánlani. És amit nagyon fontosnak tartok, hogy egyre többen, ugye mondja ügyvezető asszony, amikor találkozunk, hogy egyre többen újabb és újabb ötletekkel jönnek a település szebbé tétele érdekében, stb. Tehát magukénak érzik a munkát ezek szerint, és ez már megint fontos. Így van, óriási dolog. És ami a legjobb ebből, egyrészt Mezőtúrnak, az önkormányzatnak, a helyi társadalomnak, hogy mindezt állami forrásból tudjuk finanszírozni, tehát nem a saját forrásainkat kell erre áldozni, hanem az állam biztosítja. És ami nagyon fontos, hogy erről szinte nincs olyan nap, hogy ne beszélgetnék valakivel, hogy látják a gyermekek otthon, hogy az édesanyám meg az édesapám elindul dolgozni. Pontosan. Mert sajnos felnőtt úgy legalább egy generáció, hogy ez nem minden családnál érvényesült. Tehát azt látta, hogy édesanyám, édesapám segélyt kap, nem csinál semmit, valahogy mégis megél, hát akkor én mit törjem magam, miért tanuljak, miért dolgozzak, majd én is így el leszek. Na, ez nyilván rossz példa egy fiatal számára, hiszen egy fiatalt a családjában kell nevelni elsősorban, és sokszor ezt a pedagógusok nyakába varják, hogy miért nem neveli a pedagógus, hát én azt mondom, hogy a családnak kell nevelni, a szüleinek kell nevelni egy gyermeket. Nyilván ehhez tehet hozzá az iskola is valamit, értékeket a gyermek fejlődése szempontjából, de alapvetően a családban kell nevelni. És amit mondtál, az is nagyon fontos, hogy egyre többen itt is az a tapasztalat, hogy a közfoglalkoztatás világából, a közmunka világából az elsődleges munkaerőpiacon találnak helyet. És én azt arról beszéltem az ügyvezető asszonnyal éppen ezen a budapesti kiállításon, hogy olyan jó lenne, hogyha nem kellene közfoglalkoztatással foglalkoznunk. Jó lenne, biztos. Mert ez azt jelenteni, hogy minden ember, aki akar, az az elsődleges munkaerőpiacon el tud helyezkedni, és hogy ha azok a tendenciák érvényesülnek, amik most az utóbbi időben, ugye láthatjuk minimál béremelés, ugye a munkáltatók felé járulékcsökkentés, hogyha ez tud érvényesülni, akkor még azt is megírjuk, hogy a fiataljaink többsége nem hagyja itt a településünket, adott esetben a Mezőtúrt. És az országot sem volt, hogy nyugodtan hozzátelted ezt is. Így van, hanem itt ha tisztességesen tanul, felkészül az életre, tisztességesen dolgozik azt követően, akkor tudja majd biztosítani azt, hogy a családot alapít, hogy itt megalapozhatja az életét, tehát tud vásárolni ingatlant vagy építeni, itt tudja békességben nevelni a gyermekét, hangsúlyozom, hogy nevelni. Ez a nagyon fontos. És ezzel biztosítja nem csak a saját, hanem a városunk jövőjét is, és annak a megmaradását. Így is. Van, tehát ez egy ilyen komplex problémakör. Hát ez sem az a terület, vagy ez sem az a problémakör, amit egy-két év alatt sikerül megoldani, de azért vannak olyan ismerőseim, akik nem régen költöztek vissza Mezőtúra, nem is egy, Budapestről vagy külföldről hazajöttek Németországból. Azt mondták, hogy hát elég volt, és akkor megpróbál itt boldogulni. Jó. Ez is nagyon nagy öröm számomra, sajnos tudom, hogy sokan elmennek, nem véletlenül mondtam azt pénteken a Református Kollégium szalagolatóján, hogyha ugye a fiataloknak, hogyha a tanulmányaik el is szólítják innen Mezőtúrról, akkor visszavárjuk őket, és remélem, hogy már 4-5 év múlva az sokkal kellemesebb hely lesz Mezőtúr, akár munkalehetőség tekintetében, akár az élet egyéb területe vonatkozásaiban is. Polgármester úr, én nagyon önkényesen ragadtam ki ezeket a dolgokat, amikről kérdeztelek az elmúlt percekben.
De én nagyon szeretném, hogyha te beszélnél arról, mert ez valóban önkényes kiragadások voltak, hogy mit tartasz a 2016-os esztendő legfontosabb eredményeinek. Nem szeretem a negatívumokat, most csak az olyan eredményeket, amiket elért a város. Hogy mire lehetünk büszkék és méltán? Hát nyilván kudarc is van mindig, hát egy ember életében. Tudtam, hogy ezzel fogod kezdeni, sikerek, de ne kérlek, mert sikerek most meg a kudarcok kísérik együtt járnak, végig. Így igaz. Ugyanúgy egy önkormányzat életében is vannak sikertörténetek, vannak kudarcok, hát ezzel együtt kell tudni élni. Amit én nagyon fontosnak tartok az önkormányzat kapcsán kiragadni, kiemelni 2016 kapcsán, hogy a működésünk az idei esztendőben is végig biztonságosan finanszírozható volt, nem volt semmilyen probléma. A rendelkezésünkre álló állami normatíva, amelyet ugye folyamatosan kap az önkormányzat, és a saját bevételek, amelyek realizálódtak, ezek alapvetően lehetővé tették a működést. Nem egyszerű ez sem, mert sokan nem is tudják, hogy itt az állami normatívákhoz azért az önkormányzatnak egy igen komoly összeget hozzá kell tennie ahhoz, hogy az óvodáink tudjanak működni. Vagy akár a bölcsőde is sorolhatnám, nem akarom az egész feladatellátási rendszerünket felsorolni, ahhoz igen sok helyi adófizetőnek is szerepe van, hiszen a helyi adókból, az önkormányzat saját bevételeiből teszünk hozzá az állami normatívákhoz. Tehát ezt tartom az elsődlegesen fontosnak, tehát a kötelező feladatainkat és az önként vállalt feladatainkat egyaránt tudtuk finanszírozni. A fejlődési pályája a településnek egy picikét megtorpant, hogyha nagyobb léptékekben gondolkodunk, tehát olyan projekteket nem tudtunk sikerrel lezárni, mint például a Városközpont funkció bővítő fejlesztés, vagy az útépítési projekt, amely mind-mind több százmillió, majdnem fél milliárd forint összegűek voltak, tehát a kettő együtt közel egy milliárd forint volt. Ennek az oka az, hogy a beadott pályázatainkat nem bírálták el, ugye most bírálták ezt akartam mondani, Zsolt, hogy jól tudom, akkor a pályázatok belettek adva, sőt, persze, pozitív biztatás is volt. Így van, tehát a területi operatív programok rendszerében 13 pályázatot adtunk be, több mint 3 milliárd forint értékben. Az ipari park alapinfrastruktúra fejlesztésére vonatkozó pályázatunk az előkészületek alatt van, az majd tavasszal fog még nyílni valamikor. Természetesen azt is be fogjuk adni, és hogy most tegnapi hír, hogy a helyi foglalkoztatási paktum névre hallgató területi operatív program most pályázatunk az nyert, ez 330 millió forint, képzés, szakképzés valósulhat meg belőle, a helyi versenyszféra igényeihez igazítva. Erről szól, most erről többet nem az idő rövidségére. Engedj, hogy egy pár így gondolatot már rá is mondtunk erről egyébként, igen? Így van, tehát így igazodva a versenyszféra igényeihez lenne képzés, hát reméljük, hogy lesz is majd kit képezni, tehát itt megint csak elsősorban a munkanélküliek köre jöhet szóba. A pályázatok terén viszont a 2016 arról szólt, hogy felkészültünk, előkészültünk, pályázatokat írtunk a hozzá kapcsolódó tanulmányokkal, egyebekkel. Természetesen figyeltük folyamatosan ezeket. Most például az EFOP rendszerében megjelent pályázatokkal kezdtünk el foglalkozni. Ez egy olyan pályázat például, amelyből fel tudnánk újítani az ifjúsági lakótelep hatos épületét. Mit megvásároljuk? Szociális bérlakás. Lenne belőle 16 lakás, azért igen, elhanyagolandó, és a 100%-os pályázati forrásból tudnánk megvalósítani, ha nyer a pályázatunk. Például van egy olyan másik pályázat, amely az idősek napközi ellátása terén nyújthatna jó lehetőséget, hogy a három meglévő idősek napközi otthonát felújítanánk, akadálymentesítenénk, hiszen ott is vannak problémák. Emellett, hogy épülne egy új Amak József utcában, ahol is beadtuk a pályázatot. Stolt képviselő úrral beszéltünk. És még sorolhatnám vég nélkül kerékpárút, egyebek, de erről is már többször beszéltem, hogy milyen pályázatokat adtunk be. És figyeljük nyilvánvalóan az új pályázatokat, ami elhangzott itt a Berettyó kapcsán is, hogy figyeljük a megjelenő új lehetőségeket. Tehát tulajdonképpen 2016 az ezekre történő felkészülés éve volt. Tehát az önkormányzat részéről nem tudom azt mondani, hogy egy látványos projektet elkészítettünk volna, vagy be tudtunk volna fejezni, de azért apróbb dolgok voltak, amik mondjuk az Arany János utca lakóinak nem is olyan apró, hogy leaszfaltoztuk. Például a 7. utcát, 15. utcát ugyancsak elkészült az aszfalt, a már korábban megépített útalapokra.
befejeztük az útalapos beruházásokat, amely megint sikerült kifognunk egy nem igazán rátermett kivitelezőt, hogy finom legyek, tehát más fejezte be, ez az Arany János utca is részben. De gondolom közbeszerzéses munka volt. Természetesen. Hát, okay. Hát ennek még lehet majd jogi következménye. Attól még nem lesz jobb az út. Dolgok elébe menni. Lényeg az, hogy amit itt hagyott biztosítékot a számlánkon, abból fejeztettük be, tehát az, nem az önkormányzat. Akkor az nem ok, nélkül, nem ok nélkül lett ez a zárulás, jó van. Így van. És tulajdonképpen 2016 tekintetében ugye azt lehet még, hogyha a költségvetésünket megnézzük, hogy a bevételeink, hogyha a 9. hó 30-a, tehát az 1-3-4 éves adatokat nézem, költségek tekintetében durván 68% körül vagyunk, tehát ugye 75 lenne időarányosan, tehát azt lehet mondani, hogy takarékosan tudtunk gazdálkodni, a bevételek tekintetében pedig 83% környékén állunk 9. hó 30-al. Például, ami a helyi adókat illeti, nagyon nagy pozitívum, hogy már 9. hó 30-án az adószámláinkon voltak a költségvetésbe betervezett volumenek. Tehát ilyen szempontból is nagyon jó. Nekem nem tud. Nekem nem mindegy. De ugye van 130 millió forint körüli kintlévőségünk csak az idei esztendőben. Ugye itt arról szól a 130 millió forint történet, hogy amit kivetünk, adót, azt mind teljes egészében nem tervezzük be a költségvetésbe, hiszen tudjuk, hogy soha nem volt még olyan, hogy minden forintot kifizettek, vagy befizettek az önkormányzat részére, tehát van adó hátralék ebben évre. Most jelen pillanatban 9.30-an 130 millió forint volt a kint lévőségünk, adók, ebben minden adó, helyi adó beletartozik, de ezzel párhuzamosan, hogy a testület megkapta a tájékoztatást, például az idei esztendőben 50 millió körül van, valamivel 50 millió fölött van a beszedett adó hátralékoknak a mértéke, tehát természetesen ezzel is foglalkozunk. Tehát összességében a működés az megszokott módon biztosított volt, nem hitelből, hanem saját forrásból, illetve állami normatívából, és felkészültünk, illetve folyamatosan készülünk azokra a fejlesztésekre, például azt nem is mondtam, hogy van egy olyan pályázat is, amelyből a matulaházakhoz aszfaltos utat szeretnénk építeni. Arra is készülünk, az is most jelent meg nem régen. Úgyhogy figyeljük mi ezeket, és amit a város érdekében elengedhetetlennek tartunk, arra pályázunk, ha úgy tetszik, lövünk, és hát reméljük, hogy sikerrel el is találjuk azokat. Örömhír még, hogy az EACA pályázatán, amelyet közvetlenül Brüsszelbe kell benyújtani, ismét nyertünk 16.500 eurót, tehát a következő esztendőben, 2017-ben egy ismételten egy nagyobb lélekszámú testvértelepülési találkozót tudunk szervezni. Ugyanúgy, mint ahogy ezt tettük ebben az esztendőben is, úgyhogy a magyar testvéreinket Erdélyből, a Felvidékről, a Vajdaságból is többek között majd természetesen várjuk, és nagy örömre a fiatalokat is, mert ilyenkor nagyon sok fiatal gyermek is eljön, és hát nagyon megható volt, ezt is mindig el szoktam mondani, hogy amikor most az őszülő megjöttek Erdélyből a fiatalok, és oda mentem hozzájuk, amikor ugye, megérkeztem a főiskolára, a vacsorára, és kérdeztem tőlük, hogy na milyen volt az út, elkezdtem velük beszélgetni, és nem gyerekek, van-e még olyan, aki nem járt mezőtúron, és nem tudom hányan, legalább a gyermekek fele azt mondta, hogy ők még Magyarországon sem járt. Ha, hoppa. Úgyhogy, hát ez elég innentől kellene elkezdeni gondolkodni, Zsolti. És látod, hogy nem véletlenül kezdtük a beszélgetésünket azzal, amivel kezdtük. Ez mondjuk teljesen spontán jött nekem, úgyhogy ezt előre nem egyeztettük. Polgármester úr, én még szerettem volna beszélgetésünk a befejezéseként a terveidről kérdezni, de nem fogom. Hogyha kedves nézőink is, gondolom velem együtt érezték azt, hogy minden szabadban, minden gondolatodban, amit úgy mondtál, hogy mit végeztünk, már ott volt benne a folytatásnak a lehetősége és elképzelése. És én ezt köszönöm szépen neked. Polgármester úr, sajnos az időnk lejárt. A nagy tévések, a gazdasági törvényszerűségek miatt ennek a beszélgetésnek itt végét kell vessük. Magyarul reklám következik majd, de én kérlek szépen, hogy az év zárásaként, azért mezőtúrváros vezetőjeként kérlek, mondj egy pár szót nekünk, a lakosságunknak.
Igen, hát advent időszakában vagyunk, ugye nem soká itt a karácsony, én mindenkinek áldott ünnepet kívánok, és természetesen mindenek előtt jó egészséget a következő esztendőre. Mindenkinek azt kívánom, hogy sikerüljön megvalósítani az álmait, és én azt kívánom mindannyiunknak, minden mezőtúrinak, hogy legyen minél több olyan ember itt mezőtúron, akik össze akarnak fogni, hogy ezzel kezdtük a beszélgetésünket, hogy Romániában, hát most így kell, hogy mondjam, nem tudom másképpen mondani, Romániában most a magyarok össze tudtak fogni, itt mi mezőtúriak is fogjunk össze, és eddig is nagyon sok értékes ember működött közre valamilyen módon azért, hogy mezőtúrt fellendítsük, jobbá tegyük. Itt most nem nagy dolgokra, tehát nem járdaépítésre kell elsősorban gondolni, hanem a helyi társadalom vonatkozásaira gondolok. Tehát ha minél több ilyen ember lesz, és adjuk meg egymásnak a tiszteletet, még ha nem is bizonyos dolgokról nem is egyformán gondolkodunk, de ha a mezőtúrról van szó, akkor fogjunk össze, és tegyünk azért, hogy lehetőleg minél jobb legyen. Ehhez mindenkinek kell a munkája, hiszen sem egy önkormányzat, sem egy kis közösség ehhez nem elégséges. Tehát minél több embernek a munkája, a közös gondolkodása kell ahhoz, hogy előrébb lépjünk. Hát remélem, hogy e felé haladunk, mi ígérem az önkormányzat részéről mindent megteszünk annak érdekében, hogy előre lépjünk, és hát még egyszer mindenkinek sikeres, boldog új esztendőt kívánok. Polgármester úr, köszönjük szépen, és engedd meg, hogy most mivel én ülök itt veled szemben, mi is valamennyien nektek, neked, kedves családodnak is ugyanezeket a jókat kívánjuk, erőt és egészséget, a munkát. Köszönöm. Mert a munka az lesz, azt hiszem, a következő évben is. Igen. Biztos vagyok benne. Kedves nézőink, nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Érdekes beszélgetés volt polgármester úrral, amit az elmúlt egy órában folytattunk. A következő alkalommal Boldog István képviselő úr lesz a vendégünk. Egy tabuk nélkül extra kiadásában. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmüket, kedves csokolom, és viszont hallásra.